Na, sziasztok! Én nagyon gondolkodtam rajta, hogy most vegyük-e meg az utolsó tuningot, de úgy vagyok vele, hogy 8280-unk van. Amíg ezt a versenyt megnyerjük, akkor is 10 000, és az a baj, hogy ez az autó, amink most volt, még ez is 8000. Az előtte lévők meg 3000, tehát ha ezt a tendenciát követjük, akkor 13000 lesz a következő autó, amit ott rohadtul félek, hogy tényleg így lesz. És akkor nem fogok tudni tovább menni. Már így is több pénzt költöttem rá, mint amennyit kellett volna. Meglátjuk. Nem. Ilyet nem játszunk, testvéreim. Amúgy az a legviccesebb, hogyha elveszem a gázt, akkor is ugyanolyan hangja van, mint mikor a játék magától veszi el a gázt. Pa-pa-pa-pa! Hallod, Rozika? Már ezt most itt megnézzük. Első körben most kiütöm. Másodikban meg végig tudok rajta húzni. Ezt is megnézzük. Jaj, hát ezt a törtük a stégeket? Hogy fognak így, amikor kiolvad az egész pecázni a halász embereink? Horgászok. Mármint, hogy én nem horgászok, hanem hogy ők horgásznak. Ő, na, ahhoz nem lenne még türelme, mert tudom, hogy ezzel most nem leszek szimpatikus néhány embernél. De azt nem tudnám csinálni. Vagy mondjuk mit tudom én, hajnal 3-kor kiülök a tópartra, vagy a folyópartra, aztán várom, hogy lesz-e olyan kegyes a hal, hogy aznap oda jöjjön és ráharapjon a kukacomra. Ahhoz én túl türelmetlen vagyok. Nem már! Ennyire visszara... Halló? Ilyet nem játszunk, testvérem. Milyen hangja volt már az autónak, mikor tinitróztam teljes sebességgel? Menj már innen, madarháztető, nem csatagos lepkézünk ma. Köszi. Meg is értette a problémámat. Az a baj, hogyha itt ezt elrontom, akkor többet vesztek vele, mint amennyit nyerek. Azért megyek úgy, mintha tojásokon lépkednék. Biztos, hogy lett volna a többi pályán is ilyen rövidítés, hogy így szépen csak így elslattyogunk oldalt valahol. Csak nálam már amúgy ezt a rövidítés dolgot így kijátszotta azzal a játék. Elszórakoztuk. Ott már oda mész, ahova akarsz, ezt már megnyertem. Szóval nálam ott eljátszotta a játék azt, hogy próbáljak meg rövidítéseket keresni, amikor... Köszönöm. 5000-et kaptunk azért, mert... Na nézzük, mennyi lesz az új autó. Várjál, ez itt a ez a mostani.
Thunderbolt. 15. Jó, kezdődik. Tehát van a Blade, ez 1350 kg és 304 lóerő. Meg van a Treasure, nem, ez a Thunderbolt, ez 1283-302, 304, 305. Na most ezzel az a bajom a Treasure-rel, ez hasonlít ahhoz, ami most van, annyira nem, de igen, hogy ez rohadt nehéz a lóerőhöz képest, 1500 kg. És csak 305 lóerő. Ez 1281 és 302 lóerő. Ez 1350 kg és 304 lóerő. Tehát jelen pillanatban ezt a, amúgy egyáltalán a Rankerit, ezt nem szabad megvenni. A jelenlegi tapasztalataim alapján nem feltétlenül van így, de ezt nem szabad megvennem. Mert ez nagyon nehéz, és ahhoz képest kicsi a teljesítménye. Ez is rohadt nehéz, rohadt jól néz ki, amúgy rohadtul tetszik a csonttörő. De az a bajom, hogy ahhoz képest megint gyenge. Ez megint olyan, hogy nehéz és gyenge. Ez szerintem addig a leggyengébb. Igen, a 270 lóerő a leggyengébb. Szóval, vagy a Thunderbolt lesz, és ez tűnik most jelenleg a legjobb választásnak, már csak azért is, mert nagyon könnyű, és ha ezt egyre jobban tuningoljuk, csak attól félek, hogy ahogy ez meg ott fog visszaütni, hogy mivel könnyű, el fogunk vele repülni. Ez egy kicsit nehezebb. Ez nagyjából most olyan szinten van, mint ez. Ez 1400 kiló volt. Ez is 1400 kiló. Hű, anyám, ezt nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz eldönteni. Vagy ez. Na, melyik legyen? Ebből van lila. Legyen az egyel nehezebb. Ú, de meg fogom szerintem bánni, nem baj. Legyen ez. Szóval, 2,2 literes, 280 helyett 304 lóerő, és egy kicsivel könnyebbek leszünk. Jó. Automatikus. Az hadd jöjjön. Nézzük is meg egyből, hogy mit tud. Mondjuk menjünk egy olyan utcán, amit tudom, hogy tudok nagyjából kezelni is. Vagy ez. Legyen ez. Megnézzük, hogy mit tud egyáltalán az autó. Repülni már tudok. Ezt így írjuk alá. Igen, az a rosszam, úgyhogy nem lehet mindegyiket így kipróbálgatni, hogy basszus, mit tud. Milyen irányítani. Mert amúgy... Ennél jelen pillanatban azt érzem, hogy nem fog tetszeni ez az út. És attól félek, hogy ez csak rosszabb lesz, amikor kimegyünk városon kívülre. Hát elég tudok neki gázt nyomni, mert itt elkapar. Jó, majd ha lesz rajta tudom gumi, meg egyebek, akkor jobb lesz. De jelen pillanatban amúgy azt érzem, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt. Jó, az első kocsi is így volt. Hello! Öt körös verseny. Várj, még annyi idő alatt be tudom gyakorolni a pályát is.
Hello! Első nem leszek, tehát ezt már most látszik, hogy nem lesz első hely ebből a versenyből, de második már lehetek. És mivel hoztunk azért valamennyi pénzt magunkkal, tehát 18 ezeren volt, és 11 ezerbe került így az autó, hogy 4 ezerért beváltattuk a másikat. Ezért van 7000 pár százam. Majdnem 8000, ha jól emlékszem. Jó, mondjuk... Jó lesz ez, csak meg kell tanulnom ezt is vezetni. Hát lesz vagy 2-3 kör, mire kicsit jobban hozzászokok. De amúgy van haszna ennek, hogy ennyire erős. Nem áll! Majdnem sikerült a negyedik hely, vagy a harmadik. Na, jó lesz ez. Jó lesz ez amúgy. Most már úgy érzem, hogy... Tehát, az volt a legnagyobb gondom. Először is mindenképpen gumit rakunk rá. Ez kell. És ráadásul szerintem rárakjuk a kettőt. Rakunk rá suspensiont. Ebből is kettőt. Na. Ugyanezzel a szisztémával megyünk, elkezdjük rakosgatni bele a dolgokat, hogy erősebb és gyorsabb legyen. Ez 2000-be kerül. A drivetrainben pedig berakunk neki egy kuplungot 1000-ért. És akkor így maradt 3000-em, amit úgyse tudok semmire se elkölteni, mert 1200 a legkevesebb, amit tudok csinálni. Nos! Amúgy kanyarokban pont az a jó, hogy amikor elengedem a gázt, és kicsit lejjebb megy a fordulat, és rálépek a gázra, akkor azonnal húzza abba az irányba. Tehát lesz haszna az autónak. Igaz, hogy ennek is lesz egy kis tanulási folyamata, mire ugyanúgy megszokom, mint a másik két autót. Az első autóra arra emlékszem, hogy ott még el is gondolkodtam azon, hogy lehet újra kezdem az egészet, mert nagyon-nagyon nem ment az autó úgy, ahogy én akartam. Aztán ahhoz képest meg utána szinte sorra vertük az ellenséget. Ezt majdnem sikerült nagyon lerövidíteni. Ezt mondom. Tehát kanyar, gáz, jó, ha éppen nem a levegőben van az autó. De ahhoz képest, hogy mekkora egy nagy batárdög, szerintem elég kezes. Jó, hát az első kör az kellett ahhoz, hogy egyáltalán megnézem, hogy mit bír. Ezt el is rontottam nagyjából, még annyira nem, mert negyedik lettem ahhoz képest, hogy elég rosszul sikerült a kör. Még a végén szeretni fogom ezt a szart. Mármint, hogy ezt az autót. Nem szidjuk, mert megbosszulja.
Na, ilyen is régen volt. Én körözöm az ellenséget a saját Most már ez a baj, hogy most így nem tudom, hogy kit kell elengednem, meg kit nem. Jó, hát egyszerű lesz, nem engedünk el senkit. Szóval, hogy a saját kupájukban az autókat körözöm, azt sem tudom, hogy volt-e ilyen. Én mindig azért küzdöttem, hogy legalább a nyolcadik helyen be tudjak érni, nem azért, hogy... Én most már nem tudom eldönteni, hogy ki az, aki mögöttem van. Ezt a gázt nem én csinálom. Nem én bömböltöttem az autót. Na nézzük, mennyivel maradt le a követ. Úristen. Ez még mindig körözött? Nem. Nem. 12 másodpercet rá tudtam verni. Saját kupájában ő az ellenségre. Úgyhogy ez. Ez. Hú. Na. Nem tudom, hogy amúgy kell-e ilyenkor most tuningolni. Akkor lesszük ráfelé a dolgokat, mi? Menjen minél hamarabb felfelé. Valószínű ez lesz az egyetlen egy autó, amit ki kell húznunk teljesen. Bár tudja fene. Hello, nem arról volt szó, hogy ez városi verseny. Azért indítottam. Azt nem mondta senki, hogy a Gingyásba fogunk versenyezni. Bíztam benned, Hitbox. Várj most! A játék lehet, hogy... Itt az első pályákon azt várta el a... Létezhet. Hogy én még az előző autóval jövök. Jó, gyere vissza a pályára gyorsan. De létezhet, hogy még az van benne a játékban, hogy ilyenkor első, hát de goldban vagyok, tehát ilyenkor már szerintem bele kellett volna szoknia a játékba az embernek. Most egy picit bele kell húznom. Annyira nem, mert itt van előttem. Én hülye meg követlek, ez meg. Igen, ezeket a kanyarokat kell megtanulni. Ne, mi az belém?
Amúgy így, hogy nem verekednek egymással idézőjelesen, nem egymással harcolnak, nem egymást ütik ki. Így azért, ha egyet elengedsz, nézd meg, hogy előre ment az a kis szemét. Nem is vagyok benne biztos, hogy utolérem. Így de. Nem lett volna meg, ha nem csúszik ki. Amúgy egy másodpercen múlt. Nem lett volna meg, de így megvan. Ezért gondolkodok azon, amit az előbb kezdtem elmondani, hogy előfordulhatom úgy, hogy a játék most segít még így az elején. Csak, tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy tehát legtöbb ember, mire ideér, megvette volna azt a 6000-es tuningot is. Én csak azért nem vettem meg, mert nem éreztem azt, hogy nekem arra szükségem van, mert már addigra nagyjából úgy megszoktam az autót. És... Bocsi. És mivel már megszoktam az autót, nekem nem kellett az a plusz 5-6 lóerő. De azon gondolkodom, hogy előfordulhat, hogy a játék azt várja el, hogy itt még az előző autóval jössz. Mert ha azt megvettem volna, maradt volna 2000-em, 10 000 lett volna akkor nagyjából, ami összesen nálam van, mert a 8000-et megkapom a végén. És szerintem amúgy úgy lett kiszámolva, hogy ide még az első meccsekre a régi autóval jössz el, és itt szerzed meg ezt. Nem tudom, nekem legalábbis ez az érzésem, mert az előző versenyekhez képest most merjem azt mondani, hogy ez móka és kacagás. Már mi? Már akkor így jár. Amúgy ezt a játék már egy jó párszor eljátszott velem. Amikor mondok valamit, akkor utána persze, hogy beszakad. Na mindegy. Jó, ez így eddig tetszik ez az autó. Másabb, jóval másabb érzésre, nem tudom elmagyarázni. Az előzőnél nem... Ojjaj. Az előzőnél nem kellett ennyiszer levenni az ujjam a gázról. Nagyjából a felében ennek a hangnak, amikor ordít a motor, a felében amúgy én csinálom, mert el kell engednem, mert egyébként... Egyébként elszállok. Itt ez most nagyon jól tükrözte azt, amit éppen mondani akartam. De amúgy menet közben, meg hogyha az autó úgy dönt, akkor ő is magától elveszi a gázt. Legalábbis a hangját az autónak. Hát bízom benne, hogy még egy pár körben ilyen nyugis lesz a játék, mert megmondom őszintén, ezt így most még élvezem. Meg amúgy nagyon szépen csúszik. Hát ezt éreztem az előző, és hát legelső pályán a
a városin, hogy ez az autó a betont nem fogja szeretni. Az előző meg ott volt jó. Beba! Az előző ott volt jó. Ez meg itt. Hát egyszerűen sokkal könnyebben kezelhető a vicsos úton, mint a másik. Nem, megyünk tuningolni. Na, mit rakjunk bele? Várjál csak, még a felfüggesztés, nem. Először rámegyünk arra, hogy stabilitásunk legyen. Így van, még itt egy 1500-as van. Akkor már én megveszem egyben ezzel együtt az erősebb. Igen, és akkor most már innentől az 1500, ez meg 2000, jó. Még talán innen tudunk venni. Innen se, a motorban, itt valahol a vége felé valami, 1200, hát két lóerőt, csapjunk még bele, csak azért, mert megtehetjük, ja. Na. Sandrun. Most fogja bebizonyítani a játék, hogy amúgy eddig nem volt igazam, és amúgy ez az autó se nekem való. Bocsi, kapaszkodok az asztallabban. Annyira koncentrálok. Ez majdnem nagyon hűvös lett ott. De ez az lett végül. Igen, itt ezt meg kell tanulni, hogy ott ahogy lejövünk, ott egyből el kell majd jobbra. Jó, nem, én bebizonyítom azt, hogy amúgy nem volt az előző körökben igazam. Túl nagy arcom volt mi. Kellett egy pofon. Rozá. Gyere csak. Gyere. Már megint benéztem. Jó, bocsi, ezt nyerni fogjuk, csak azt az egy kanyart nem szabad elnéznem. Ezt itt. Azaz. Igen, itt a start.
És itt, ahogy lejövünk, ezt kell követni. Hú, basszus. Az a baj, hogy még egy kör van, és szerintem ezek itt a hátam mögött most le fogják bontani a félpályát. Meg ha így haladok, akkor engem is. Az a baj, hogy annyira hangos az autó. Ezt meg mondom, nagyon szépen csúszik. Mert mondjuk fáj az oldalam, mert próbálok ugyanabba az irányba. Ez egy hülye gamer szokás. Hogy az autós játékot játszol és bedőlsz a kanyarban. Mint a valóságban. Ha-ha. Attól jobban fordul, nem? Azt is ezt most látnátok? És nem tudok ellene mit tenni, tehát hogy egyenesen ülök, akkor vissza elkezdek megint dölni. Na csak balra, mert amúgy balra fordul a legtöbb kanyarom. Na gyere! Utolsó kör. Nem már. Most szivatsz. Most ugye szivatsz! Ez... Lehet, hogy itt a végére egy picit csendesebb leszek a szokásosnál, jó? Nagyon úgy érzem, hogy... játék szeretne egy kicsit... megszivatni. Ezt mondtam az elején, hogy akkor, amikor elkezdtünk ezeken a pályákon jönni, nagyon szépen veszi ezeket a csúsztatásokat. Normálisan lehet vele driftelni. Az előző ezt nem szerette. Az előzőnek az volt az egyik előnye, hogy azt, amikor feltetted betonútra, akkor mint a hülye. Megindult és ment. Ennek meg ezt tetszik, hogy ezt szerintem normálisan vezetni nem is lehet, csak így keresztbe az úton. Valahol ezt a pályát mindig el kell basznom. Nem is én lennék, hogyha az utolsó kanyarokra nem kellene végig szenvednem az egészet csontgázon, hogy beérjem őket. Azaz, borulj csak fel. Há?
Megint harmadik. Megint harmadik. De hogy a picsába tudom én ezt mondjuk választ? Na még egyszer. Jó, tudom, tököt, aki van vele. Már akinek van. Jó lesz ez. Ez is csomtörő volt. Szaleg. Na még egyszer. Úgy lesz sokadikra. Mondtam én, hogy elkiabáltam amúgy. Tehát, hogy akkor, amikor én ezt a pályát megláttam, akkor én mondtam, hogy eddig túl szép volt, hogy igaz legyen, hogy én ennyire jól mentem. Kell lenni fog egy olyan pálya, ami nem illeszkedik hozzám. És ez az. Ezzel szívtam annyit az előző ligában is. A bronzban. Nem bronzban, silverben. Mi az? Ezüst. Bronzban nem is emlékszem, hogy nagyon szenvedtünk volna. Bármivel is. Most se! Tehát, hogy ez a legviccesebb, hogyha megnézed, tehát nem... Nem azzal van a baj, hogy rosszul megyek, hanem az, hogy egyet-egyet hibázok, és azt megbosszulja egyből a játék. Mint most is. Abban a kanyarban nem tudom, hogy egy gyára csúszok ki. Gyere! Mondom, ez az autó nem szeret egyenesen menni. Ennek ez tetszik. Nehogy az orra ne érjen hozzá. Bármi más hozzáérhet. Eteje, alja, hátulja, bármilyen, csak az orra nem, mert akkor beleránt minket a falba. Nem hiszem el. Érted? 6 század másodperc. 6. Na jó van. Befejezzük a következő körben majd. Nem, mondtam. Mondtam, hogy meg kell szivatni a játéknak ahhoz, hogy leszálljak a magas lóról. Na jó van. Lájkolj, iratkozz fel, gyere Discordra. Szólj hozzá. Lehet fordítva is, hogy előtte hozzászólsz, és utána jössz Discordra. Teljesen mindegy. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!